Elérkeztünk egy újabb epizódhoz, a mai napon az Albagips Exim Kft. Technobor névre hallgató termékével foglalkozunk. Hamarosan érkezik a forgalmazó cég képviselője, Lósz Balázs. Vele már egyszer találkozhattatok a múltban, egy asztal mögött beszélgettünk a táblás anyagról, a mai napon megmutatja valóban egy építési területen, hogy hogyan kell ezzel dolgoznunk, hogyan rögzítjük, hogyan toljuk a táblás anyagot. Pár szóban összefoglalva a legfontosabb jellemzőit. Először is 25 mm vastag gipsből készült tábláról van szó, amely szálerősített, kapható a hagyományos tábla, illetve vásárolatunk impregnált verziót is. A mai napon ezzel foglalkozunk, a fürdőszobát fogjuk beborítani ezzel, csavarozzunk, toldjuk, aztán még beszélünk arról, hogy lényegesen kisebb a táblának a mérete, mert hogy nem 200x125 cm-es táblákról van szó, hanem lényegesen kisebb elemeket kell mozgatnunk. Sokkal könnyebben fogunk majd mozogni a már felépített falak között, az ajtónyílásoknál nem kell akkorát fordulni, ez is egy előnye. Zárásként pedig megemlíteném azt, hogy lényegesen jobban kezeli a párát, mint a gipszkarton. Ugyanis egész télen itt állomásozott kint a teraszon, le volt takarva egy fóliával, le volt takarva egy páraáteresztő fóliával, a végén pedig egy fekete ponyvát pókoztunk rá körbe. 4 hónapot töltött mögöttem, nem keletkezett benne semmi kár. Maga a forgalmazó cég is ezt hirdeti, hogy nyugodtan be lehet építeni akár olyan házakba is, ahol még a nyílászárok nem kerültek be, mert hogy a nyitott épületben megjelenő pára nem tud benne kárt okozni. Nem is szaporítom a szót, várjuk meg a szakértőt, aztán lássunk neki a munkának. Kiegészítő információ, a fürdőszobát hőtükör fóliával beborítottuk. SD100-as hőtükör fólia, minden toldást ragasztottunk, minden ütött lyukat, legalábbis amit találtunk, azt leragasztottuk, és akkor feltettük az 5x5-ös párnafát. Az 5x5-ös párnafánál még egy fontos információ van, valójában nem 5x5-ös méretről van szó, hanem gyaluval. Átmentünk minden oldalán, hogy egységes vastagság, egységes szélességről beszéljünk, 46 mm-es elemeket készítettünk, lézerrel dolgoztunk, és egész végig a vízmérték a kezünk közelében volt, néztük, hogy valóban minden sík passzol-e, hogy ne akkor derüljön ki, amikor a szakértő itt van, elkezdjük csavarozni a táblát, hogy itt van 2 cm, ott van 3 cm, itt van 1 cm, vagy pedig itt van 0,5 cm. Aztán láthatunk még, egyébként ott mennek a szellőztetőcsövek, látszik még a butilszalag, minden csavarozott pont alá tettünk egy jó ragadós, jó nyúlós butilszalag darabot, tényleg azért, hogy az ütött lyukat azt le tudjuk zárni. Egy közeli kép a fóliáról, és akkor látszik a sarok, látszik a negatív sarok kialakítás. A mennyezetnél is így dolgoztunk. A függesztők alá is tettünk szalagot. Itt pedig az eldobozolt csőtömeg, nem csőtömeg, csak csövek. Ezt is majd be kell borítanunk. Itt valószínűleg egy nyílást meg ki kell hagynunk, de ha minden igaz, ide egy beépített szekrény érkezik majd, szóval ez a közönség elől el lesz zárva. Korábban már találkozhattunk ezzel az anyaggal, készült egy interjú, szintén elérhető a csatornán. A jobb felső sarokba kattintva bárki elérheti, aki esetleg lemaradt volna erről az interjúról. Könnyű szerkezetes házak, szerkezetépítés lépésről lépésre. Kurzuskönyv több mint 200 oldalnyi tartalommal, 400 fotó, táblázat, 3D-s illusztráció, illetve 30 a tartalomhoz kapcsolódó eddig még be nem mutatott videó. A www.ácsbudapest.hu/könyv oldalon megtalálsz minden információt a könyvvel kapcsolatban. És ha már ott vagy, lapozz bele nyugodtan, a weboldalon arra is van lehetőség. Erről beszéltünk az előbb, hogy lényegesen kisebb méretű táblákról van szó, nem 120x200 cm könnyebben mozgatható. Vastagsága 25 mm, és akkor ez az impregnált verzió, mert hogy ahogy megbeszéltük, a fürdőszobával kezdünk. Balázs, mivel kezdünk? Mi az első lépés? Hát az első lépés ugye a ragasztónak a megkeverése ahhoz, hogy a lapokat egymáshoz tudjuk ragasztani, úgyhogy először majd egy ragasztót fogunk keverni, és azt követően pedig akkor, ahogy kérted, az álmennyezettel kezdünk, és akkor felrakjuk az álmennyezetet. Szuper! Ez a ragasztó, ezt már megkaptuk tavaly, ezt bent tároltuk a házban. Mi kell hozzá? Tiszta vödör, arra emlékszem. Így van, tiszta vödör, abba tiszta víz,
és gyakorlatilag akkor úgy keverjük meg, mint egy glett anyagot szokás, hogy először a vizet beletesszük, és utána pedig egy púderszerűen rászórjuk ezt a gipszragasztót a teljes vízfelületre, hagyjuk lesüllyedni, következő réteg, lesüllyedni, következő réteg. Ez fontos, hogy így legyen, és nem úgy, mint a csemperagasztót, hogy beleburítom a közepébe, mert akkor csomós lesz az anyag, nem fogom tudni jól összekeverni. Ez folyamatában kell nézni, kerengetni. Igen? Te ezt tudtad? Én nem tudtam. Azért most van ezt viszont el kéne pucolnunk. Ezt el kell pucolnunk? Hát azt el. Az csak egy kis festék. Azért. Építőipari körülmények között ez tiszta. De lehet is van. Hol lett a keverés? Ahol a mester óhajtja. De és milyenek ezek a faanyagok egyébként? Mennyire tekerednek meg? Nem tekerednek meg, nagyon jó. Mindenkinek ajánljuk, rendeljetek házakat. PT3 ragasztónak a neve, a hármas szám az arra utal, hogy háromféle dologra lehet ezt használni, ezt az anyagot. Egyrészt lehet vele ragasztani, másrésztről lehet vele hézagolni, harmadrésztről pedig lehet vele glettelni, és egy rendkívül nagy fehérség anyagról beszélünk. Ami miatt ragasztani ragasztónak nagyon jó, az az, hogy nagyon nagy a sűrűsége, és ezért a két lapot, mikor összeragasztottuk, úgy fogja össze, hogy utána bárhol máshol el tudom törni, de ott a ragasztásnál biztos, hogy nem fog eltörni. Tehát keverésnél többfajtaképpen lehet keverni, a lényeg az ugyanaz minden esetben. Mindegy, hogy ez most kézzel, fandival, kanállal, bármivel szórod bele az anyagot, de az anyagot egységesen a víz felszínén szórjuk el, és nem beleborítjuk. Hasonlatosan, mint egy glettet kevernénk. Tehát mindig a víz felületén szórjuk el, megvárjuk, hogy lesüllyed, és a következőt tesszük bele. Ezt a folyamatot addig ismételjük, ameddig annyi ragasztó anyag nem kerül a vízbe, hogy a víz eltűnjön a felületről. Még mindig van víz. Így van. És akkor teljesen el kell tűnni a víznek a tetejéről? Így van. Szóval nem tudjuk a keverési arányt akkor elrontani, hogyha ez az ismérve az egésznek, akkor tulajdonképpen amint eltűnik a víz, akkor többé-kevésbé jók vagyunk. Így van. Most a Technobornál és az Albafalnál más a keverési minőség. A Technobornál egy lágyabb keveréket készítünk, az Albafalnál egy sűrűbbet. Ez klasszikusan azt jelenti, hogy a Technobornál hagyunk egy kis vizet foltszerűen a felületen, az Albafalnál viszont nem maradhat víz a felszínén a födörnek, és még egy kis plusz ragasztót is szórunk bele. Ennyi a különbség a kettőnél, tehát ott egy sűrűbb anyaggal dolgozunk. Hát itt már látszik, hogy középen már megmarad, és akkor már csak oda szórok, ahol víz van. És az anyagkötési idejéről beszéltünk kamerán kívül, hogyha arra vissza tudnánk térni. Az anyagkötési ideje az úgy néz ki, hogy a megkeveréstől számított 2 óráig a vödörben ez szobahőmérsékleten működik. Eláll. A ragasztónak az állékonysága, vagy a kötés ideje nyilván a hőmérséklet befolyásolja, tehát hogyha 30-40 fokban dolgozunk vele, akkor azért rövidül a kötés idő. Ha értelemszerűen, ha meg csak 10 fokban, akkor hosszabbodik. Jó, tehát itt már csak a szélére szólunk, és akkor körülbelül itt így befejeztük a dolgot. Innentől számítva 10 percet várunk, ameddig a ragasztó fel nem szívja a nedvességet, ami a vödörben van, és utána fogjuk megkeverni. A keverés is lehet kézzel, vagy akár keverőszárral. A lényeg az, hogy ha keverem, akkor lassan keverjem. Tehát a keverőszárral is, ha keverem, akkor lassú járású, lassú fordulattal keverjek. Minél nagyobb keverőszárat használok, annál jobban el tudom keverni az anyagot. 10 perc elteltével akkor nagyon egyszerűen, ha kézzel keverjük, akkor értelemszerűen felkeverjük ezt a ragasztót. Jó, tehát látható, hogy egy ilyen krémes állagot kapunk.
ez a lényege igazából. Ne legyen túl sűrű, nem szabad maltert készíteni belőle, mert ennek a krémes állagnak van az a viszkozitása, amivel be tud csúszni a nutfényerekbe az anyag rendesen. A csavarozásnál ugye a lap 25 mm, tehát ahhoz, hogy ez jól fogjon a csatlakozó feletbe, az 45 mm hosszú, egyébként gipszkarton csavar kell, hogyha fémprofilba rögzítünk, a fába rögzítünk, akkor pedig nyilván facsavar kell hozzá, de legalább 45-ös hosszúságú kell. Hosszabb lehet, rövidebb ne legyen. Itt most annyi az érdekesség ennek az egésznek, hogy mi egy 65-ös kötőelemmel készültünk, legalábbis erre a munkára. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy ha már ilyen szépen lehőtükör fóliáztuk az egész falat, és használtuk a butilszalagot minden kötésnél, ami tényleg tömíti az ütött lyukat, akkor semmiképpen ne használjunk hosszabb csavart, mint a táblának a vastagsága, meg a párnafának a szélességét. 46 mm gyalultunk mindent egységesen. 25 mm vastag, szóval a 65-ös csavar az nem fogja átütni a fóliát, semmiképpen ne torpedózzuk meg azzal, hogy beleengedünk egy 80-as csavart, és közben szépen 6000 lyukat ütünk a gipszkartonos művelettel, a táblák rögzítésével a fóliázott falon. Mi a terv akkor? Jó, tehát akkor most a helység kialakítását tekintve úgy ítéltük meg, hogy előnyösebb hosszant irányba indítani a lapokat, mert jobban adja ki, mint hogyha keresztbe tennénk rá fel. Ez, hogy most így indítjuk, vagy így indítjuk, ez teljesen mindegy. Igazából a rögzítés a lényeg, hogy a lapokat megfelelő számú rögzítéssel tudjuk látni, ami ugye négyzetméterenként 9 helyen kell csavarozni a lapot a szerkezethez. Úgyhogy most hosszába fogjuk felrakni a lapokat, és akkor induljon a mutatvány. Jöhet egy lapkom! Középen egy-egy csavarral megrögzítjük, az már tartja. Tehát úgy kell behajtanunk, hogy a csavarnak a feje 1 mm beljebb legyen, mint a lapnak a külső síkja. És akkor középről megyünk kifelé, ezt egyszer már középre kell csavarozni, hát most pont útban van a láb, úgyhogy most mellé csavarozunk. Okay, ott de gyakorlatilag így. És akkor ezzel már rögzítettük a táblát. Most a következő táblát fogjuk feltenni, és a szélét majd akkor fogjuk megcsavarozni, mikor már a ragasztás megtörtént, hogy ne húzzuk be a lap szélét. De most másik meg lappal. Kell kelnjük, ugye? Így van. Oké, okay, és mi a terv? Tehát a terv, hogy a következő sort ugye egy féllel kell indítani, vagy egy harmaddal legalább, és akkor egyeztetjük, hogy a nútok és a féderek azok jól álljanak, hogy futóra tudjon illeszkedni a következő laphoz, és azt a részét vágjuk le a lapnak, ami nekünk kelleni fog, ami ebben az esetben ugye itt a pozitív nutos végétől indulunk vissza a mérésre, és itt fogjuk elvágni a lapot félbe. És hogyan kell vágnunk? A vágás az nagyon egyszerű, tehát felmérjük a méretet, amit kívánunk, két szélén, egy vízmértékkel összehúzzuk, és utána annyival más, mint egy gipszkarton, hogy itt kell egy kicsit nagyobb erővel többször meghúzni, hogy egy ilyen 2-3 mm mély legyen ez a bemetszés, és aztán majd kihúzzuk a szélére a lapot, és eltörjük, mint egy üvegtáblát, hogy szokás törni. És akkor az jó lesz. Próba. Hallod vízmérték? Újakra vigyázni. És jó van. Egy, és akkor... Jó. Tehát a vágásig csúsztassuk ki. A lapsiknál így, és amikor ott megvan, akkor szépen így pontosan. És ezt lenyomod, és fölhúzod egyszer. Még följebb, így, és kész. Aha. És itt látszanak is, gyakorlatilag ezek a kerámiai rost szálak, amik a teljes keresztmetszetben ben vannak a lapnak, ezek teszik nagyon erőssé és tartossá ezt a rendszert.
Ez teszi lehetővé azt is, hogy erre a lapra 60 kilót, 30 centis karon bárhol fel tudunk csavarozni, tehát igazából egy szerelt rendszer, de akár a nehéz konzolterreket, tehát egy konyhabútort is elbír önmagába bárhol a rendszer. Próba. És az bemegy úgyis, kinyomja ott a... Így van. A feleslegét. Igen, tehát hogyha a nútot feltöltjük, akkor a kupos pozitív féder az ki fogja nyomni magának a ragasztót. Viszont ezt a lábat akkor most már át tudod tenni, mert azt már ugye fogja az egyet csavar. Aha. Gabó, a lábat ki tudod oldani, vagy? Igen, jövök. Hát ez nem értek, és egy ennek ezt össze kell lütni? Ki kell tolnunk a széléig, igaz? Igen, 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 majd onnan be kell igazítani. De azt, ha már alá támaszt, azt, hogy meg kell tenni. Kicsit magad felé húzd meg, mert... Ja? Jó. De így. Adidas paklit meg, így itt lehúzik. Jó. És akkor ezzel, amit lehúzol, igazából azokat a csavarfejeket, ami már be van csavarozva, azt le lehet fele flekkel. Jó, és amit lehúzol, azt a következő ragasztási felületedbe tudod beletenni, de vissza a vödörbe nem szabad dobni. Jó. Akkor most úgyis ide egész támla jön. Így van. Hozok még. Várj, ezt gyerekek is nézi, Bundi, letiltják a csatornát. Hú, de nehéz, a fene vigyel. A csugába. A bakfit. A terem burájá. Bakfit, azt kell mondanom. Mondom az anyag. Lehessen megrögzíteni, és akkor bekenjük ragasztóval, és utána betoljuk a helyére. Megcsináljuk. Tessék, mester úr. Ó, látod, most már finom az anyag. Oda nézzetek, oda nézzetek. Ebéd mellé is lehet fogyasztani. Nál, amikor a válaszfalat készítjük, az alsó lapsornak az alsó pozitív nútját, azt le kell róla tolni, azért, hogy szépen be tudjuk tenni, tehát ez nagyon egyszerűen tud működni. És papi segítségével. Egyébként ezek az apró sérülések, ezek számítanak valamit, hogy befolyásolnak valamit? Nem, mert oda több ragasztót kell beletenni. Annyi, hogyha ilyen megsérül, akkor ezt ragasztóval tudjuk pótolni. Megfordítva, és akkor ezt meg ide tesszük a tetejébe, és akkor már... Fincsi. Így fog összejönni. És akkor oda is megy egy fél, aztán megint egy egész, és akkor megint egy fél, hogy tényleg kötésbe legyen minden. Igen. Jó, akkor meg kell mérnünk, hogy mekkora hiányzik még ott Gabesz, vagy Bundi. Pont ugyan még egy fél hiányzik. Még egy fél. Hát ez egy 60-as. Ez pont egy fél. Egy 60-as egész. Akkor el kell pukkantani még egyet félbe. Egyből majd kell egy 13-as darab azért, de az meg ugyanaz, hogy ezt most nem érdemes most levágni az ilyen darabokat, mert úgy is fog képződni még. Ott van valamilyen hosszbeli minimum, hogyha 13 cm széles, akkor mondjuk minél ne legyen rövidebb az anyag. Nincs. Nincs. Hát itt gyakorlatilag az emberi ügyesség teszi függően, hogy mit tudsz elvágni. A hosszú keskeny daraboknál vigyázni kell, mert ugye azért nehéz, tehát akkor nincs keresztirányba olyan teherbíró képesség, hogy el tud roppanni a kezedbe. Ezért ott elővigyázatosnak kell lenni. Jellemző még egyébként, az most nem fogunk odájutni szerintem, az ajtónyílás fölötti résznek a kiképzésénél. Hogy ott úgy csináljuk meg, hogy egybe tesszük fel a lapot, csavarozzuk meg, és amikor fenn van, akkor vágom ki belőle utólag a
Erről volt szó akkor, amikor beszéltünk az asztal mögül, hogy ugyan az ember próbál spórolni, de jobb, hogyha nem spórol ezen a felületen. Vedd le. Kiengeded a szélére. Egyet le. Egyet le, és akkor... Kész. Most nincsen roppanó, pattanó hang. Jó, csavarozási rend, akkor mit mondtunk? Ide egyet. Így van, de azt mondja csak, ha már következik. Most megkenjük ragasztóval, és akkor a ragasztás után fogjuk, tehát az alapból a lapot rögzítjük, következő lapot a tetejére tesszük, és mikor belement a nut és kapcsolat létre, utána fogom a tetejét behúzni, mert így nem, tehát most nagyon jól mutatja, hogy most, ha megcsavaroznám, adott esetben behúzná oda teljesen a síkhoz, viszont ez nem menne bele ez a felső. Ezért össze beletesszük a felső lapot, és utána csavarozzuk meg. Mert akkor csak annyira fogja behúzni, amennyire engedi a másik lap. Mondjuk azért az elég beszédes, hogy folyik ki, tudod? Bőn. Ugyanúgy, az úgy kevertem. Egy ilyen alászöveget lehet, hogy ez teljesen önképzésre is lehet csinálni minden, hogy itt a kamera nem mutatja. Aki ott kívánk, hogy a hígabba tolhatja. Következő lapsor rögzítésén is először a lapot középpen rögzítjük meg. És akkor most, hogy már a kapcsolatunk létrejött, most megrögzíthetjük az alsó lapsornak a tetejét, 5 centire a szélétől, meg az alját, és utána majd ennek az alját. És most már lehet ennek az alját is kötni akkor? Az illesztős fölött, vagy az, ami várjunk? Azzal majd várjunk, mikor a következőt rátettük, akkor megint jó. Tehát ezt a felső lapsornak az alját akkor fogom megrögzíteni, amikor megint ugyanezt eljátszom. Tehát egy lappal, egy lapsorra járok. Azt még ne húzd be, mert még nem, nem, mert még nem raktuk bele a másik lapot. Ja, ide, aha, bocs. Még ezt a felet be... Nem baj, hogy kiderült, van. Nem baj, hogy kiderült, legalább a hibából tanulunk. Az impregnált lapoknál egyből le lehet húzni a ragasztót róla, mert nem szívja be a nedvességet, tehát nem fog betöppedni. A normál lapoknál ezt a ragasztó kijövetelt, ezt célszerű rajta hagyni egy kicsit, ameddig úgynevezett megbőrösödik a ragasztó, és akkor húzom le róla, akkor nem fog már beszívódni. És egyszer elhangzott az is a beszélgetésünk során, hogy nem szabad rajta hagyni ezeket az íveket, mert hogy nem lehet leszedni utána. Így van, mert ez nagyon megkeményedik ez a ragasztó, mikor kiköt, tehát utána nagyon nehéz, ezt így nyersen kell még eltávolítani róla, most csavarozzuk meg, az lenne kéri. Felhúztunk, ez nem jó, tehát ezeket le kell róla tolni, amikor tiszta a szerszám, le kell róla tolni az anyagot, nem maradjon a felületén semmi fölösleges, mert a fölösleges anyag az ráköt, és aztán abból nagyon nehéz lesz utána már eldolgozni. Tehát lehúzni nem tudom róla úgy, mint ahogy letolni le tudom róla, tehát le kell róla tolni a felesleges anyagot, jó? Ez nagyon fontos, és akkor ezzel a felesleges masszával meg szépen a csavarfejeket le tudom vele lekkelni. Csiszolható, csak bazikemény. Tehát azért nem szabad rajt hagyni. Fürdőszobában pedig ugye arra kell figyelni, hogy csempézés előtt a csempe ragasztó gyártónak a rétegrendjét be kell tartani. Ezek a rétegrendek a honlapunkon megtalálhatóak. Különböző gyártoknak különböző rétegrendjeik vannak. A különböző gyártok anyagait ne keverjük össze, ez nagyon fontos. És a hidrofób lapnál egy minimális felérdesítés és portanítás célszerű, mert nagyon sima a lapnak a felülete, a kamera nem tudom mennyire adja át. Tehát ahhoz, hogy jó be tudjon diffundálódni a ragasztóanyag, ahhoz egy picit érdesebb felületre van szükség. Ezek az impregnált lapok, ezek szilikonnal vannak átkeverve, tehát ezek nem szívják a nedvességet fel, hanem ezek így gyakorlatilag legurul róla.
a víz. Ez a T-1000-es. Azt és összeállna fel a vízbe. A Terminátor T-1000-re átmegy így a kerítésen. Nagyon érdekes. Emeld meg, Gabó, legurul? Hát persze. Ó, de komoly. És nem hagy foltot. Most mindjárt emberi alakul. Semmi, tényleg. Normál lap az 95% páratartalmat tud kezelni, ezért a nedvességet, ami a légtérben van, kiválóan el tudja dolgozni, beszívja magába, de amikor kiszáll a leveg, akkor le is adja, tehát ez az impregnált lappal ellentétben egyből elszívja a nedvességet. Az epizód végéhez érve pár dolgot még el szeretnék mondani. Először is az egész folyamatot ma nem volt lehetőségünk felvenni, hiszen lényegesen nagyobb felületről van szó, nem préselhető bele egy munkanapba a födémnek, illetve a fürdőszobáknak a borítása, és ha már a felületekről beszélünk, akkor ki szeretném emelni, talán ismételten lehet, hogy elhangzott korábban, hogy az alsó szintnek a plafonját fogjuk borítani ezzel az anyaggal, a fürdőszoba mennyezetét, az emeleti fürdőszobán a ferdesékot, illetve a fürdőszoba falain alkalmazzuk majd az impregnált építőanyagot. A további lépésekről, illetve a végeredményről természetesen majd töltünk fel videót. Addig is, ha tetszett, amit láthatok, nyomhattok egy lájkot. A csatornára még mindig fel lehet iratkozni a képernyő jobb alsó sarkában található piros ikonra kattintva. Érkezünk jövő hét pénteken. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Szevasztok! Együttműködő partnereink a Masterplast, Baustil Kft. Az Újházcentrum tagja és a Henley Hansen Workwear.